Ez az első kút a cég életébe. És mindjárt egy kápolnát emeltek föléje, nyilván nem véletlenül. A kapacitása 50 köbméter. Az egyszerűség kedvéért mondhatom úgy is, 50 ezer liter kristálytiszta víz óránként. És ez így van 1993 óta. Mint kiderült, ez egy negatív kút. Hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a nyugalmi vízszint az mínusz 18 méteren van. Vannak pozitív kutak, ami a talajszint fölé hozza a vizet. Ez egy negatív kút. A kútnak a csövezése, ez a 200 mm-es átmérőjű vezeték, az a forráspontig megy le, ez segít a beomlás ellen. Szivattyúról még annyit érdemes tudni, hogy egy csillagdeltás kapcsolású, tehát lassan indul és fölpörög a motor. Ez azért szükséges, hogy ne zavarja fel a kútnak az alját, és ne szívja fel a homokot. A forrás 206 méter mélyen található. Hogy a vízbe semmiféle szennyeződés ne kerülhessen, arról maga a természet gondoskodott. A forrás fölött viszont 15 kőzetréteg helyezkedik el, ami megakadályozza azt, hogy bármiféle szennyeződés lejusson a maga a forrásig. Már a kút rozsdamentes acélcsövei nyomán is kitalálható, hogy itt a higiénia mindenek feletti. Az üzembelépés előtt be is kellett öltöznünk. Most a vízkezelő helyiségben vagyunk, ahol is gyakorlatilag lekezeljük a vizet, vasmangántalanítjuk és arzénmentesítjük. Két vízkezelő oszlopunk van, ami egyenként 65 köbméter per órás teljesítményre képes. Ezzel gyakorlatilag a jelen kapacitásunkat teljes mértékig le tudjuk fedni, és bőven elegendő a víz a napi termelésünkhöz. A vasat és a mangánt részben az ízük, részben a külcsin miatt vonják ki az ásványvízből, nagyjából mindenütt a világon. A vas rajta hagyná nyomát a palackon, mintha rozsdás lenne, úgy néz neki. Nem kell mondanom, ebben az üzemrészben mindent számítógép vezényel. Úgy is mondhatnám, itt is. A víz innen két óriási tartályba, 150 köbméteresek egyenként, majd a palackozóba kerül. Megyünk a palackozóba. Itt már zajos a környezet. Amit a kezembe kaptam, abba töltik majd a vizet. Akár másfél literes palack is lehet belőle. Gyakorlatilag az előforma beadagoló pályát látjuk. Itt jön be ez a kis előforma, amiből a kemencén keresztül fölmelegítés után kifújjuk a flakon. Maga a gép egység úgynevezett monoblokk, ami annyit takar, hogy bejön az előforma, és kimegy a lezárt termék. Tehát a gépegységen belül található az előformából a flakon fúvó, a töltő, illetve a záró. Az első ütemben egy fém tüske lehúzza, letolja gyakorlatilag, elkezdi nyújtani az előformát, egy előnyújtást kap, párhuzamosan ezzel egy 7-8 báros előfúvás. Ez egy előnyújtott előforma. Igen, a palackozó üzemben már érzékelhetjük, hogy az ásványvíz mára igazi tömegtermékké lett. Itt már óriási mennyiségekről van szó. És most? Ott szökik a víz a palackba. A palackfúvó szerszámok hűtve vannak, a pala hűtve van. Ugyanis a petet azonnal vissza kell hűteni melegítés után. Igyekszem szemmel követni a palackok útját, nem nagyon megy. Most próbáljuk meg lassítva. Látják? Igen, kicsit elmosódva, de mindjárt tisztul a kép. Itt is minden digitális. Szerencsére a víz az nem. A gyerekek úgy mondják a szénsavas vízre, szúrós víz. Ez most nem az. A végén jön a címke, innen már csak meg kell inni.